Na sziasztok, csámok, és elérkezett a Building to Glory következő része. Ez már a harmadik rész. Pontosabban a második, mert ugye az első az nulladik volt, de miután nincsen elég coinum, meg nincsen elég játékosul még a fejlesztésekhez, ezért a szokásos csapattal nekiesünk a következő mérkőzésnek, és igyekszünk győzni, remélhetőleg minden rendben lesz. Ja nem, mert mindenkinek jó, az, jó nagyjából a fitnesse, akkor neki megyünk így a mérkőzésnek, és hát igyekszünk nyerni. Carvajal meg Ruffier van benne a lónok közül a kezdőben. Több lón is lesz, mert azt mondtátok, hogy nyugodtan használjuk őket. És ezt meg is fogom majd tenni idővel, de egyelőre még csak... Ó, Andione és egy BBV, vagyis egy spanyol csapat. Ott van neki is az a jobb szélső, aki nekem is megvan. Van Vrsajkója, van Iborrája, Alcacere, Casillája. És nagyjából őket ismerem, egy gyengébb védelem, de egy erősebb középpálya és támadó sorral nézünk szembe. Igazából lássuk, hogy... hogy nem foglak gólni egész meccsen. Hát akkor viszont elrontom. Szóval most Benguá kapja, Benguá bepasszolja Höllernek. Höller átteszi Carvajalnak, Carvajal visszalövi, de Casillának kell védenie. Nálunk van a meccs első komolyabb lehetősége. És jövünk is a szöglettel, amit ráfejelünk, de Castilla kezébe, egészen pontosan Martinez. Nem tudja Andione szerencsére átvenni jól a labdát. Ez eddig szép. És Höller kapja meg, Höller ne bebasszoljuk, Höller pedig a kapuba basszolja be. A 7. percben Höller góljával 1-0-ra vezet a Building to Glory. Jól kezdjük, végre egy jó meccskezdés. És egy csúnya szabálytalanság, szerintem sárga lap lesz Einárnak. Nem, piros lap lesz Einárnak. Einárt a 12. percben kiállítják az egyik közép hátvédjüket, ami igazából bronzjátékos, de ember hátrányt jelent nekik. Nekem ez pedig nagy előnyt jelent. Elindulunk szépen. Üres, üres. Nem lett üres. Martinez. Casillának kell védenie, ellenfelünk cserélni fog, vagy kilép vajon. Nézzünk, hogy kit behozni. Senkit nem tud behozni, mert connection has been lost. Hát akkor ez egy sima győzelem volt. Nyertünk. Kemény 172 coint. De megvan a győzelmünk. Megvan a második meccs, és így 7 pontunk van. A 10. osztályban. Jövünk fel. Valószínűleg a következő részben már remélhetőleg fel fogunk jutni. De ebben a részben most egyelőre megnézem, hogy milyen challenge-ek vannak, mert... annyira sok coinom nincsen, de mégiscsak szeretnék valamit nektek nyújtani. Döntés hoztam. Miután sok bronzjátékosunk van, tényleg nagyon sok bronzjátékosunk van, ezért nem visszük túlzásba, hanem megcsináljuk egy bronz upgrade-et. Egy silver... ez... milyen silver packert? Two silver players packert. És... ja, mindjárt láthatjátok, hogy hogyan jött ez ki. Meg is van az összhang, meg is van a csapat, gyorsan csak bedobáltam a játékosokat, szerintem senki nem kezdő innen. Szóval elcserélik őket egy two players silver packre. Ez még nem a legkomolyabb ajándék, amit kaphatunk, de esetleg ebből a silver packből eshet valami jobb játékos, mondjuk egy ilyen OP játékos, nem tudom igazából, egy rare van benne. Az pedig nem lesz más, mint Koné, 83-as tempó. És ha jól tudom, akkor egy spanyol, vagy spanyol másodosztály az nem lenne azért rossz. Igen, szia. A neved alapján. Liga Santander első osztály. Nagyon jó a spanyol első osztály. Megvan egy új csatárunk, szerintem Höllert akkor el is dobjuk. Mindjárt összedobok egy új kezdőt és nézzük is a következő mérkőzést. Na itt is vagyunk a második mérkőzésünk kezdőcsapatával. Igazából a védelembe beraktuk, és az új csatárt ide raktuk előre. És fitnesskártyát adtunk Benguának, valamint Angelnek. Ők ketten kaptak, hogy legyen normális fitnessük, a többiek még nagyjából rendben vannak. Kezdjük is el a mérkőzést, remélhetőleg tudunk nyerni. És akkor már biztos megvan a feljutás a 9. osztályba. És akkor a következő részben elintézhetjük már azt, hogy bajnokok is legyünk. Meg is van második ellenfelünk, akinek nem más csapata van, mint egy ilyen... kezdetleges, még ott van Mertesacker, Mathieu, Barragán, Gibson, valamint Jokic. Őket ismerem, van ott egy Schweizer link a jobb oldalon, angolok vannak a
bal oldalon, és hármas lesz hangom van a kapus. Nem rossz csapat, de szerintem nem verhetetlen, főleg az új OP támadóval igazából meg lehet próbálni őket befogni. Nem Jokic, hanem Beric, bocsánat. És nem tudjuk ott befutni a labdát, Robson ért vissza. És Robson egy szögletet kiharcol nekünk. Igazán nagy lelki tőle. Az meg pláne, hogy Barragán fejéről felpattanva, Albadi kezébe pattan. Azért közel sem biztos, hogy ez nem volt 11-es, de a bíró nem fújta be, csak a szabadrugást végezhetjük el. Az a baj, hogy ezt már lőni kell. Martinez! Épp, hogy mellé tekerte Martinez a labdát. Nem volt messze, és volt valami komolyabb lehetőségünk a félidő végén. Ajaj. Lehet, hogy neki lesz egy nagyobb lehetősége, csak Rüffi megfogta szerencsére. És lefújták az első félidőt. Hát, nagyjából azért kiegyenlített a meccs, nem túl attraktív, meg nem a legnagyobb támadásokról szól, inkább a középpályán mennek a passzok. Igyekszünk ezen javítani a másik félidőben, hogy azért, és be tudjuk indítani Konét. Koné végre kilép, Koné, az első zicseréből, amiből kilépett, az 54. percben megszerezte az első gólját a Leading to Glory-nak ezen a meccsen, valamint a saját magának is a sorozatban, és szépen, ez most szépen beállt Mathieu elé, Mathieu nem érhette utol, és mert a Zuckernek is adott egy kötényt, gyönyörűen elgújtotta a hosszú sorokba. Jaj, de szép volt Konétól. Beric? Mekkora szerencsénk volt, Beric a kapufára gurította ezt az itzert. Mert ez tényleg itzer volt. Ajaj, és biztos. Gibson nem tudjuk szerelni, és a megpattanó labda Rüffi kezébe, cserélni fogunk. Ajaj, nagyon nagy hiba, és elírja túloldalon. A kollega nem jó. Martinez kifejelte. Barragán. Beric fejesét húzta le Rüffié, viszont ez most rossz passz volt, és Beric elviszi, Beric, nem hiszem el, a 87. percben egy rossz kidobás után Beric, anyád, utálom, aki debel. Idei mókának tűnt, de egy hónap után már unalmas. Rossz kiadás, aztán rossz átvétel és gyönyörű befejezés sajnos, de behoztuk Andreájút, behoztuk Sinclair-t és behoztunk őt, a belgák a védekező középpályásunkat, hogy picit erősítsük a védelmünket, bár mondjuk most már minek, most már rá kell menni a győzelemre. És a gyönyörű bepassz Ayunak, Ayu visszaviszi a széle felé, Ayu elővi a hosszúra, nem, Romário Martínez, ő lövi el a hosszúra, Diaye visszateszi, lefújják a mérkőzést, egy-egy lett a végeredmény, ez nem hiszem el egy utolsó percben ilyen hibát elkövetni. Tőlem lett a meccsember a Martínez, ő átteszem a gólpaszt, igen. Koné ugye a góllal, és nem tudom mit mondani, a következő részre marad a feljutásunk, mert most egy győzelem és egy döntetlen lett ebben a részbe, és ugye 4 pontot már nem tudunk szerezni egy meccs alatt, vagyis a következő részbe megpróbáljuk a feljutást, de már ennyi volt ez a Building to Glory rész, hogyha tetszett nektek ez a videó, dobjátok egy lájkot, hogyha nem dobjátok egy diszlájkot, írjátok le a komment szekcióba, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett, én Csanád voltam. Sziasztok!